Megbeszélést tartott az önkormányzat a civil szervezetekkel elsősorban arról, hogy a fennálló helyzetben közösen megtalálják a segítés módjait, hiszen a településen is tartózkodnak már a háború elől menekülő emberek. Emellett beszéltek mindazokról a tervekről és hagyományos programokról, amelyek megrendezésére a korlátozások eltörlése miatt újra lehetőség van. Mindenkinek nagy tisztelettel megköszönném a eddigi hozzájárulását, a résztvevő munkában résztvevőknek a tevékeny részvételt, és nagy tisztelettel kérem a további hozzájárulást ehhez a szerintem nemes ügyhöz. Következik a civil szervezeteknek a pályázati megmérettetése, vagy az önkormányzatnál itt azt gondolom, hogy azt kérhetjük egymástól a civil szervezeteken belül, hogy különítsünk el egy összeget erre a célra, ami egy alapot fog képezni, vagy hozzácsapódik egy meglevő alaphoz, és akkor azt növeljük ezzel. Ezt tudjuk, hogy ez elég komoly pénz. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 5-10%-át annak az összegnek, amit egyébként külön-külön pályáznánk, azt ajánljuk fel, az azért szép kezdő summát fog kitenni. Településünkön úgy mondom most, hogy felfedeztünk nagy létszámú Ukrajnából menekült magyar állampolgárt. Azért kell, hogy azt mondjam, hogy felfedeztünk, mert néhány napig rejtőzködtek. Sajnálatos módon azt gondolták, hogy ha észreveszük őket, akkor vissza lesznek küldve. Természetesen észrevettük őket, és nem lesznek visszaküldve, hanem éppen ellenkezőleg gondoskodunk róluk. Mai megbeszélésünknek a civil szervezet vezetőivel való találkozásnak az volt a lényege, hogy föltérképezzük a civiljeinknek a segítségnyújtó erejét. Időközben azonban annyi változás már történt, pozitív változás, hogy az a 32 fő, aki a falu központjában élt, lakott, úgy tűnik, hogy itt a napokban hát más településen szálláshelyre akad, illetve más település szállást ajánlott föl számukra. Joga vetődik föl a kérdés, hogy ezt mi is megtehettük volna. Pillanatnyilag, ahol ők éltek és laktak, arra elég volt, hogy ott néhány ember, tehát 6-8 éljen, csak hát ugye amikor kitört a háború, akkor a család is jött utánok. Tehát így hirtelen 32 főről viszont nem tudtunk gondoskodni, de a katasztrófa védelemmel közösen úgymond találtunk megfelelő szállást az ő számukra, két másik településre fognak menni. Ezen túl 9 főről még mindig kell valamilyen formában gondoskodnunk, ők itt maradnak településünkön, az ő ellátásuk is hát igénybe veszi a mi erőnket, de már lényegesen kevesebb odafordulást kell tanúsítanunk. Annál is inkább, mert arról van szó, hogy itt nálunk dolgozó férfiaknak a családja érkezett meg, tehát valamennyi jövedelemmel rendelkeznek, de hát azért messze nem annyival, hogy itt most akkor hirtelen albérletet fizessenek és mindent, ami az élhetéshez szükséges. Tehát igenis őnekik is továbbra is szükségük van a mi anyagi és természetbeni segítségünkre is. Hosszú időre kell berendezkedni, és akkor hát a következőkben az én szándékom szerint jönnek azok a gazdasági egységek, amik már ugye nem civil szervezet, hanem nagyobb működő gazdasági egységek, agróbarac, egyéb ilyen a faluban működők, illetve a környékünkön működő elérhető gazdasági egységek, ahonnan megpróbálunk segítséget kérni még ehhez a dologhoz, és hát nyilván ennek megfelelően fogjuk támogatni az ügyet. Bízunk benne, hogy azért ez belátható időn belül megoldódik, ez a háborús kérdés is. És hát majd inkább a helyreállításba kell segítenünk, nem a menekülésbe. Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat.